Üdvözlöm Önöket, ez a Szerencse Híradó. Ma Balatonfüreden fogunk játszani, utána ellátogatunk Tihanyba, a Bencés apátságba. Társam a Szerencsejáték ZRT-től Nyíri Zsuzsanna. Jó napot kívánok! Hónapok óta halmozódik az ötös lottó jackpotja, így a főnyeremény már meghaladja a 2 milliárd 200 millió forintot. Nézzük az elmúlt 7 nap nyereményeit. Az ötös lottón a 69 darab 4-es 1 millió 293.085 forintot ér, a 6-os lottón az 1 darab teli találatos nyereménye 76 millió 734.720 forint, a skandináv lottón a 74 darab 6-os 280.835 forintot fizet, a Luxorban 2 darab teli találat született, a nyertesek 4 193.310 forintot visznek haza, a Totó 33. játékhét második fordulójában az 1 darab 13 plusz 1-es nyereménye 7 658.355 forint. Bresser, Somló, Karácsony, Solti. A Szerencse szombat vendége volt az LGT. A szerencsét ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy mi lett volna, milyen szerencsétlen dolog lett volna, ha nem lett volna ilyen szerencsénk, hogy van ez a zenekar. És mit tudom, hogy mióta már él és virul és van, annak dacára, hogy már néha elbúcsúztunk, de aztán feltámadtunk és visszatértünk. Amikor egy dalt megír egy szerző, azt gondolom, hogy nem tudja eltalálni, hogy ebből lehet-e valamikor is híres dal, vagy én nem szeretem ezt a szót, hogy sláger, de hogy lehet-e ebből sláger, és ahhoz rengeteg szerencse is kell, lehet, hogy azt a dalt akkor kellett kiadni, annak akkor kellett megszületnie, de úgy Isten igazában azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz úgy elválasztani egymástól, hogy a tehetség, a jó pillanat, a jó előadó, és akkor nyilván jön a szerencse is. Annyi volt a föntről jövő szerencse, hogy fülünk értette a zenét, már született formánkban. Szóval úgy keletkeztettek minket valószínűleg, hogy amikor feleszméltünk, akkor már a zene minket megérintett. Itt vagyunk Balatonfüreden a Tagore sétányon. Induljon a játék a sorsért csomagokért. Hajrá! Melyik hal őshonos a Balatonban? Az amúr, a fogassüllő vagy a busa? A B válasz a helyes, azt hiszem. Jól hiszed ezt, a fogassüllő. Gratulálok! Gratulálok a nyereményedhez! Népmese, de hány bors ökröcske? 2 bors ökröcske, 4 bors ökröcske, vagy 7 bors ökröcske? 7. Ezt nem hiszem el. Hát de milyen népmeseken nőttél föl? Ludas Matyin fogadjon. Vukkon. Na jó, hát nem jó a válaszod sajnos. Mikor repültek először motoros gépükkel a Wright fivérek 39 métert 12 másodpercen át? 1883-ban, 1903-ban, vagy 1923-ban? 1903-ban. Akkor! Jó a válaszod, gratulálok! Milyen hosszú a Balaton? Mondok 3 adatot, és akkor ebből válasz ki a megfelelőt. 77 kilométer, 55 kilométer, vagy 99 kilométer? Szerintem 77. Szerintem is. Ki volt az alapító tagja az LGT-nek az alábbi nevek közül? Frenreis Károly, Som Lajos vagy Radics Béla? Frenreis Károly. És tudja az úr, szereti a zenéjüket? Természetesen. Sok szerencsét a nyereményéhez. Hát igazából nem olyan szerencsém múlott, mert az esetemben a Barta Tamás ajánlott engem be a zenekarba. Azzal a hátsó szándékkal, úgyhogy az LGT visszamegy, folytatja tovább a megkezdett Nyugat-Európai Amerikához kötött szerződéseit, ha tudja teljesíteni, akkor nyilván kémgitáros, stb. Innen már nem folytatom, tehát én azt gondolom, hogy igazából nem a szerencse múlott ez a dolog, de én akkor is annak tartom. Én is úgy gondolom, hogy szerencse kell az élethez, meg jókor kell lenni jó helyen. Persze, hogyha tudásilag nem lettem volna felkészült, akkor logikus, hogy nem hívtak volna. Tehát ebből a szempontból nem szerencse, a másik oldalról, meg hogy éppen ott voltam, amikor a Somlónak eszébe jutott, hogy ő beszervez egy dobost, akkor szerencse. Az, hogy egyben maradjon a csapat, és hogy a jó hangulat meglegyen, az mind múlott?
az együtt muzsikálásnak a minőségén szerintem, és annak a kapcsán ugye az az elmélyült barátság, ami kialakulhatott ez alatt a négy év, több mint négy évtized alatt, véleményem szerint. Hány milliárddal kezdődött az eddigi legnagyobb hazai lottó nyeremény? 3, 4 vagy 5? Akkor szerintem 5. Akkor szerintem is 5. Jó a válaszod, gratulálok. Sok szerencsét a nyereményedhez. Ez ennyi volt. Hol van a Festetics kastély? Balatonfüreden, Keszthelyen vagy Tihanyban? Keszthelyen. Voltál már ott? Egyszer igen. Hát akkor jól emlékszel, tényleg ott van. Gratulálok a nyereményedhez. Köszönöm szépen. Melyik megyében található Szerencs városa? Heves, Borsod-Debreczen vagy Nógrád? Nógrád. Összeomlik bennem egy világ. Nem, nem jó válaszod. Mikor kezdődik szombatonként az M1-en a Szerencse Szombat című műsor? Mondok 3 lehetséges választ. 17.30, 18.30 vagy 19.30? 19.30. Jaj, nem. Mikor kezdték építeni a tihanyi apátságot? 1055-ben, 1222-ben vagy 1552-ben? Á. 1055, első András alapító leveléből tudjuk. Gratulálok! A tihanyi bencés apátságot első András király alapította 1055-ben. Nézzünk néhány momentumot az apátság történetéből, amelyek 1000 év távlatából nyugodtan mondhatóak szerencsésnek. Az apátság múzeumának igazgatójával beszélgetünk. András királynak itt voltak birtokai. Biztos, hogy egy nagyon szerencsés választás volt, mert gyönyörű helyen van a tihanyi apátság. És akkor sziget volt a Tihany, jelenlegi félsziget akkor sziget volt, és jól védhető volt. És Tihanynak nagyon gazdag az öröksége a magyar történelemben. Itt nyugszik az egyetlen olyan árpádházi király, akit azóta, hogy eltemettek, nem bolygatták a sírját. Itt van egy funkciójában megmaradt román altemplom, ami egyedülálló Magyarországon. Illetve nem csak a magyaroknak, hanem az egész finn-ugor nyelvcsaládnak fontos helyez, mert a tihanyi alapító levélben, amely latin nyelven íródott, ebben találjuk az első magyar szavakat. Ezek nagyon érdekes, talán csetlő, botló, egy csecsemőnek is lehetnének a szavai, mint körtefa, mint mogyoró bokor, és ugye a leghosszabb, talán többen is ismerik ezt a szó szerint is idézem, feheruáru, rea mene, hodútu rea, a Fehérvár felé vezető hadiút. Ezek a magyar szavak azért kerültek a latin szövegbe, jogi okai vannak, hogy a király által az apátságnak adományozott birtokoknak a határait jelöljék. Nem voltak még, nem hogy GPS, de még határjelölő kövek sem, tehát az ilyen tereptárgyakhoz viszonyították a birtokok határait. Török korban hagyják el a szerzetesek az apátságot, és végvári katonaság költözik be, de azt is mondhatjuk, hogy ez jó, mert bár itt az egész környék török kézen volt, a Balaton volt egy darabig a határ Magyarország és Törökország között, aztán utána a Veszprém is elesik, Sümeg, az egész környék, kivéve Tihany, ugye egy szigetről van szó, elsősorban télen tudták megtámadni, amikor a tó befagyott, de akkor sem sikerült nekik. Második József, a kalapos vagy felvilágosult király, szeretné a szerzetesek rendek birtokainak a javait élvezni, és ezért sok magyarországi szerzetes rendet azzal az indok, hogy nem végeznek semmilyen hasznos tevékenységet, ami alatt tanítást vagy betegápolást ért, ezeket megszünteti. Első Ferenc 1802-ben alapítja újra a bencés rendet, és a tanítás feladatát bízza rájuk. Ez megint egy nagy virágzást hoz a rend életében. Tudós szerzetesek, Jedlikányos, Cucor Gergely és sokan mások a tudásukkal szolgálják Magyarországot, és megalapítja a tihanyi apátság Füredfürdőt, felépítik a mostani szívkórházat, és egy betegápoló helyet hoznak létre, illetve egy olyan közéleti pezsgést, ami az akkori reformkornak az egyik fellegvárává tette aztán Balatonfüredet. A szerencsehíradóval kapcsolatos üzeneteiket a szerencsehíradókukat szerencsejáték.hu-ra küldhetik. A jövő héten csütörtökön délután ismét várjuk Önöket itt az M1-en. A viszontlátásra! Viszontlátásra!